A nyíregyházi kosársuli évek óta rendez felkészülési tornákat, de a mostani volt a legnagyobb az egyesület történetében. Három helyszínen, a Szent Imre, a Bánki és az Ötvös tornacsarnokában, három korosztályban 17 együttes lépett pályára csütörtöktől vasárnapig. A junioroknál az amatőr NB1-re készülő fiatalok a papírformának megfelelően szerezték meg a győzelmet a Szolnoki Sportcentrum és a Győri Széchenyi Kosár Akadémia előtt. Abban reménykedtünk, hogy a junior sorunk azért az megoldja ezt az akadályt és megnyeri a tornát, amellett, hogy azért olyan csapatok voltak benne, mint a Győri Akadémia, vagy ugye ehhez hozzátehetnénk a Nagyvárosot, aki, mint kiderült, azért a végén nem képviselte azt a játékerőt, mint amit az előző években. De én úgy gondolom, hogy a Beac csapata, aki ugye a B-döntőt megnyerte annak idején, vagy esetleg a Szolnok, akivel mindig nagyon jó mérkőzéseket játszunk. Ezek olyan mérkőzések voltak, amik maximálisan szolgálták a felkészülést, a junior sorunk az várakozásnak megfelelően megnyerte ezt a tornát. A kadetteknél szintén a házigazda végzett az élen, a Debreceni Kosár Akadémia és a DVTK előtt. A serdülők két miskolci csapat mögött a harmadik helyen végeztek. A kadett csapatunk ugye az egy meglepetés győzelmet aratott. Ugye ott az a lényeg az volt, hogy azokat a csapatokat, akikkel a későbbiekben azért olyan mérkőzéseket kell játszaniuk, hogy esetleg a 16 közé jutásért kell megnyerjük a mérkőzést, azokat a mérkőzéseket nyerték, egyedül a Szexál csapatától kaptak ki, de ugye az előző évben azért ebben a serdülő bajnokságban igencsak előkelő helyen végeztek. A serdülő csapatunk ugye az egy érdekes korosztály volt, hogy az előző évi tini csapatot és a gyerekcsapatot kellett összegyúrnunk egy egész, és olyan feladatokat kellett megoldaniuk, amit eddig még életükben nem gyakoroltak, tehát úgy az elzárásokat, mint a csapdákat, minden más egyebet. Ők a harmadik helyen zártak, a két miskolci csapat végzett ellenünk. Előttünk, de én úgy gondolom, hogy ők is kellőképpen helytálltak, és ugye ami az egésznek én úgy gondolom a fő előnye volt, hogy itt a három terem közt a csapatok jöttek, mentek, szurkoltak egymásnak, mindenki azt a mérkőzést tudta megnézni, ami éppen érdekelte, ahol éppen olyan színvonalasabb volt, ugye oda mentek át azok a junior csapatok, vagy kadett csapatok is, vagy akár a serdülő is, ami éppen érdekelte, és ugye, mivel hogy voltak olyan csapatok, akik több korosztályba hoztak gyereket, ugye egy nagyon jó hangulatú tornával alakult az egész, az meg egy másik egy jó dolog, hogy mi ugye ebből igencsak eredményesen tudtunk kijönni. A bajnokság legkorábban a kadettek számára kezdődik el, ők szeptemberben már a kiemelt bajnokság selejtezőjében lépnek pályára. A juniorok idén a regionális bajnokságban neveztek, a serdülők pedig októberben kezdik el a pontvadászatot. A felnőtt csapat a bajnoki rajtig még Nagyváradon játszik, és szervezés alatt van két kassaiak elleni edzőmeccs is.